Négy csapatos tornával hangol a Makkói Kézilabdaklub a szeptember 22-én rajtoló bajnokságra. 14-én szombaton a Hódmezővásárhely, a Kiskunfélegyháza és a Nagy Szent Miklós jön Makóra. A négy gárda kieséses rendszerben fog megmérkőzni. Az első mérkőzés 9 órakor kezdődik a Makó Vásárhelyjel, 10 óra 20 perckor a Nagy Szent Miklós Félegyházára kerül sor. A bronzmérkőzés 11 óra 45 perckor, a döntő 13 órakor kezdődik. Az első bajnokira még egy hetet várni kell, akkor a Török Szent Miklós jön vendégségbe. A 76. percben Elek Ákost váltotta Gyömbér Gábor a magyar labdarúgó válogatott észtek elleni mérkőzésén. A 25 éves labdarúgó Makón született, 2012 nyara óta a Ferencvárost erősíti, a válogatottban most mutatkozott be. A mérkőzést követően a fradi.hu-n beszélt a találkozóról. Elmondása szerint 4-1-nél könnyebb volt beállnia, és jól ment a játék is. A Magyarország-Észtország VB selejtező 5-1-es magyar győzelemmel ért véget. A negyedik fordulóban megszerezte első győzelmét a Makói Futballklub. Csongrádon sikerült nyerniük 1-0-ra, így a 8. helyig ugrott a gárda. Most hétvégén az utolsó előtti helyen álló Sándorfalvával játszanak hazai pályán. A Makó FC Sándorfalva mérkőzésen vasárnap 16:30-kor indul el a labda az Erdélyi Ferenc téri sportpályán. A Makói Városi Televízió műsorán 16-án hétfőn lesz látható 4/7-es kezdéssel.